Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én szerintem ne álljunk fel. Én nem akarok most felállni. És ezt mondanám Imrének is, hogy előadás ugyan, meg beszélgetés, de azt én már voltam olyan rendezvényen, a konferencián, szimpóziumnak nevezték, ahol nem kellett felállni, tilos volt, hanem ülve el lehetett mondani. A képviselőtestület ülésen, és így szoktunk volt, meg így szoktuk. Tehát maradunk ülve, de ha az előadó mindenáron fel akar ugrani, nyugodtan közvetlenül. Szóval egy hónappal ezelőtt hirdettük meg, vagy tervet ötlöttük ki, hogy Füredi honismereti műhely címmel ilyen műhely beszélgetést lehetne kezdeni. Ez azt jelenti, hogy vannak Füreden amatőr, hivatásos, műkedvelő, történetírók, történetet kutatók, vagy csak történetet elmondani tudó emberek, és akkor mi lenne, hogyha ezek az emberek egymásra találnának, havonta egyszer, és időnként beszámolnánk arról, hogy hol jár. Na most ez az előadás sorozat életfogytig szólna. Tehát hozzákezdtünk, és majd csak akkor hagyjuk abba, amikor elnéptelenik a társaság. Igen, elnéptelenik a társaság, így van, mert téma az lenne. Azt hiszem, hogy előadó is lenne, vagy olyan ember, aki el tudja mondani, tehát van mondani valója. És itt tulajdonképpen úgy kezdtük, hogy na, ki akar első lenni, meg ki az, akinek mindenképpen nagyon jó lenne, hogyha így szépen sorra kerülnénk. Nem terveztünk kronológiai sorrendet, tehát hogy legelőször is az őskorról, meg a 7000 évvel ezelőtti időkről, hanem az ön tevékenységre építünk arra, hogy ki hogyan jelent. És szerencsére van több ilyen első jelentkező is, de én nagyon nagy örömmel fogadtam Hajnal Imre kollégámat, még majdnem mondhatnám barátomnak is, de hát ez túlzás, mert alig találkozunk néha, viszont több mint 30 esztendeje ismerem, és nagyon keveset tudtam Imréről, most faggattam, hogy ki is ő, hogy azt tudtam, körülbelül 1980 óta egy Tiszaörsön tanít, meg iskolaigazgató, és hosszú ideig, tehát sokszor beszélgettünk is. És ahogy nyugdíjba ment, szerintem az érdeklődés a történelem iránt egyre inkább gyarapodott, vagy erősödött, és ennek az nagyon sok bizonyítéka van ennek. Ajánlom, például akinek internetje van, akkor ha beüti azt, hogy Google keresőből, hogy Hajnal Imre, akkor ki fog adni egy csomó találatot, mert ő Tiszaörsön már alig van olyan intézmény, amelyiknek ne írta volna meg a történetét. Tehát kezdett az oktatás történettel, aztán malomtörténet, fürdőtörténet, különféle embereknek az életútja, aztán különféle témák is vannak, hogy ő az első világháború utáni események, 1848, nem tudom most felsorolni, mert nem is akarom. Hanem azt szeretném konferálni, hogy miután ő Kócs Újfaluban kezdte a pályafutását, és ez alkalommal örülök is, és köszöntök is több kócsi embert, aki eljött. Kócs Újfaluban kezdte a pályafutását, nyilvánvaló ezzel van összefüggésben, hogy hozzálátod a régi Kócs, tehát az egykori Kócs puszta, illetve a középkori Kócs történetének a feldolgozásához, illetve Kócs Újfalu, tehát a legutóbbi évtizedek történetének a feldolgozásához. Ez hiánypótló vállalkozás, mert ezzel eddig nem nagyon foglalkoztak, Talicki Endre
a múzeum egyletnek az alapítója több mint 100 évvel ezelőtt jelentetett meg több írást, meg apróbb feldolgozások születtek, meg említések szintjén van Kósról szó, de így összefüggésben Hajnal Imre vette kezébe a témát, és most ebből szeretném, hogyha Imre egy ilyen 40-45 percben a Kócs-Újfalu, tehát a legutóbbi fél évszázad történetébe bevezetne minket és elmondaná. Úgyhogy Imre, átadom a szót. Köszönöm szépen. Azt is köszönöm, hogy megtiszteltek, másokat elvittek erre a mai rendezvényre. Hát bizony hosszú időt igénybe véve kutatómunkát végeztem a Egri levéltárban, a Szolnoki levéltárban. Azután összegyűjtöttem még annak idején, amikor Kócsra kerültem, és lejegyzeteltem azokat az eseményeket, azokat a történéseket, amiket hallottam az ottani emberektől, idősebb emberektől, és ezeket az információkat és a kutató munkának az eredményeit összevetve felolvasztom a Kócspuszta történetét, illetve a Kócsújfalu történetét. A Kócsújfalut dolgoztam föl végleges formában leghamarabb, tavalyi évben készült el, és ezt beadtam egy megyei pályázatra, a megyei múzeumnak a pályázatára, és hát nagyon nagy örömömre, meglepetésemre első díjban részesítették ezt az írásomat. Első olyan írás, ami bekerült pályázatra. A másik, a Kócspuszta című írásom, ez a napjainkban készült el, még a friss a lekötés is, és ez is most pályázatra ment a Szolnok Magyai Múzeum által meghirdetett helytörténeti pályázatra. Májusban kerül értékelésre, elbírálásra, és utána válik publikussá. Ez a rész. A internetre, ez már ez a rész, a Kócsújfalu története fölkerült, csak annyit kell beírni a keresőbe, hogy Hajnal Imre Tisza Őrs, tehát még szűkíteni a kör, mert ugye több Hajnal Imre van a világon, hogyha Hajnal Imrét keresnek, akkor sokan előjönnek, de még így is a Hajnal Imre Tisza Őrssel előjön egy matematika tanár, előjön egy kórház professzor, meg még több Hajnal Imre előjön, de bizonyára, akiket érdekelnek az írásai, megtalálják, fölismerik, hogy általában Kócsról és Tiszaösről írok. Ezek a kutatási területeim. Hát 1963-ban kerültem Kócsújfalura képesítés nélküli pedagógusnak, előtte pedagógiai gimnáziumba jártam Tiszaföldvárra. A Tiszaföldvári gimnázium következő évben már a munkaképzővé alakult, tehát mi voltunk egy ilyen kísérleti alanyok, hogy a pedagógussá válhatunk, és amikor leérettségiztem, akkor ide helyeztek Tiszafüredre az Rigny iskolába, és egy véletlen folytán a Kócsi iskolába kerültem. Hát amikor elindultunk Kócsra, én úgy gondoltam, hogy hát Tiszafürednek egy olyan része, ahol hát esetleg 2-3 kilométert kell menni a kocsiban. Nem tudtam róla semmit, fogalmam sem. A nagybátyám segítségével jutottam ki, ő jött velem, itt él Tiszafüreden, és az ő segítségével jutottam ki, és már csokartam, hogy hát hova megyünk. Már negyed óra szállja, már a gépkocsiban, akkor még Pobeda gépkocsiban. Megyünk, és még most sem vagyunk ott. És mondta, várjál nyugodtan, még 5-6 perc, mint így van. Hát Isten, hát a megé kerültem. Semmit nem tudtam róla, még az se, hogy mit jelent az, hogy Kócs, de semmit, azért ott a világon. És oda kerültem, ott már váltak,
Tehát itt elindul a telefon, ahol legelőztek, bejelentettek, hogy megyünk, és akkor Kecskés Istvánnak hívták az iskola igazgatóját, ő fogadott, és ő mutatta meg a szállást, hogy hol fogok lakni. Egy vasár volt benne, egy asztal volt benne, semmi más. Gyorsan szereztek egy szalmazsákot. Én nem tudom, hogy honnan, de 5-6 iskolás gyerek előkerült, és már mentek is a szalmazsákkal a TSZ-be, megtömték a szalmazsákot, de ilyen vastagnak, hogy arról a szalmazsákról le lehetett gurulni, gyorsan szereztek az állami igazságból ájneműt, és mindent előkészítettek. Hát már a következő napon már a gyerekek közé mentem, és tesemnek kell képzelni, hogy 18 éves voltam, és 18 éves lánytanítóim volt. Ráadásul csinos szép. Hát, így kezdődött az élet, ő segített aztán, ha valamelyik gyerek nem úgy viselkedett, mint ahogy ő intette. Ő rá hallgattak, utána én nem is. Tehát így kezdődött a kócsi pályafutásom. Amikor odaérkeztem, láttam, hogy két sor ház, egyforma házak, minden egyforma. Amikor sétáltunk az iskolából a lakáshoz, akkor benéztem a kútnál lévő házsorra, azok is egyforma házak, csak már azok olyan egyéni házak voltak. És akkor mesélték az útközben, hogy ezek az két egyforma sor ház a főúton, azok állami gazdasági lakások, a abból nyíló ház, utcák házai pedig egyéni lakások, tehát kócsi embernek magánembernek lakni. Hát ugye az én fantáziámat már abban a pillanatban már megmozgatta, hogy ezek teljesen új házak. Nem tudtam, hogy mikor kezdődött az építés, semmi, de akkor még nagyon jó állapotban levő házak voltak, 1963-ban. És az első naptól kezdve, hogy minden érdekelt. Kecskés Pista bácsi volt az iskola igazgató, őtől megtudtam, hogy ő régi budatalan. Ő már nagyon régóta ott van Kócson, az új iskola első igazgatója, és a Góris tanyám volt tanyasi tanító 1930-as évektől kezdve. És akkor ő nagyon sokat mesélt. Akkor a szülőkkel is nagyon jó kapcsolatot alakítottam, amikor az első pillanattól kezdve, meg a gyerekekkel is. És őtőlük is sok érdekes dolgot hallottam. És a fülembe, amikor bejöttek ezek az információk, gyűjtöttem, este mit tudtam kócsön csinálni, lejegyzeteltem ezeket a dolgokat, és azokat is felhasználva jöttem el ezeket. Tehát odáig, hogy hozzáfogtam az íráshoz. Igen, ahogy Vadász Pista barátom mondja, végül is nyugdíjba vonulásom után kezdtem hozzá komolyabb munkához. Kezdtem volna hozzá, de akkor egy váratlan feladatot kaptam. Önkormányzati képviselőként megválasztottak a polgármesternek. Ezt tisztelősen. Tehát rögtön, amikor nyugdíjba mentem, azt követő évben. Na, ez lelassította a munkámat, de ezt az időszakot azért igyekeztem kihasználni, mert a tisztelősi anyagokhoz hozzáfértem, és a polgármesteri hivatalban, amit lehetett gyorsan kijegyzeteltem belőle. És ugye ez alapozta meg a tisztelőssel kapcsolatos írásaim egy részét. És ez 4 évig tartott ez a ciklus, és akkor elhatároztam, hogy nekem most már mindenből elég, a közéletből elég, és most már, amit magamnak megfogadtam, teljesítem, és a Kócs újfalu történetét és Kócspuszta történetét mindenképpen megírom, mellette persze azokat az apró dolgokat, amik nem is olyan apró, de mégis időigényes munkák voltak. Tehát
3 évig kutatómunka eredménye ez a két írás, inkább most már mondhatom azt, hogy lassan 4 év kutatómunkájának az eredménye, és ezzel azért kellett igyekeznem, mert Kócsújfalu tavaly volt 60 éves. És erre a 60 éves évforduló tiszteletére írtam meg, nem azért, hogy a Füredi képviselőtestület valamilyen rendezvényt tartson, hanem hogy készen legyen a 60. évforduló tiszteletére, és egy szerencsés véletlen folytán viszont mégis középpontba került, mert volt Kócsonnak kitelepítette találkozója nyáron, és ott részt vehettem ezen a rendezvényen, és igaz, nem esett szó erről a könyvről, de olyan jóleső érzéssel vettem részt a volt kócsiakkal, találkoztam azokkal, akiket tanítottam, azokkal, akikkel együtt éltem, és úgy nagyon jó esett, hogy köztük lehetek. Na, és akkor most hozzáfogom magához a történethez. 1950 táján Kócson megjelentek földmérők, és nem tudták a kócsiak, hogy miért, milyen célra, de a földmérők hozzáfogtak. Dr. György Géza földjének a szépüléséhez. Ez a György Gézának a földje, a mostani Kócsnak a területén van. Tehát 30 hold földet vettek el tőle, és oda szánták Kócsnak az építését. A kócsi településnek az építését. Ez úgy indult, hogy 1949-ben Magyarországon megalakult a Tanyai Tanács. Ez a Tanyai Tanács 240 olyan területet jelölt ki, olyan központot jelölt ki, ahol tanyaközpontokat építenek. Fokozatos építését határozták el, azzal a céllal, hogy a tanyakérdés megoldását megteremtsék, a tanyák szétszórtságáról eredő hátrányokat megszüntessék az ott élő embereknél, a közösségi életet kialakítsák, és gócpontba tömörítsék az embereket. Volt egy ki nem mondott céljuk, hogy így a központba költöztetett embereket jobban tudják ellenőrizni. Bizonyos félelemérzetből lehetett ez. Hát így indult el Kócsújfalu építése is, akkor még érdekes módon Pusztakócsnak hívták, viszont ezt a Pusztakócsot össze lehet keverni Ovad Pusztakócsal. És mind amikor én oda kerültem, nem tudom, emlékeztek-e kócsiak rá, hogy az iskola, új iskola hátuljára az volt írva, hogy Pusztakócs. Egy fém készült, hajlított vasagából található fölirat volt. És hát így indult meg Kócsnak az építése. Érdekes módon első helyre tették a pedagógus lakás megépítését, iskola megépítését és a községháza megépítését. Az iskola tanítói lakásával kezdték. Két lakásos tanítólakást építettek, tiszafüredi emberek építették, Deák Imre és Deák József voltak azok az építők, akik Kócsra érkeztek, és felépítették ezt a lakást, meg az iskolát. Párhuzamosan épült vele a községháza.
a Deák József úrral, aki a Selkútnál lakik, itt is a Szepreden. Deák Rózsikának. Igen. Megtaláltam, elmentem hozzá, kifakadtam az építés minden egyes lépéséről, az építés minden egyes mozzanatáról. Hétfőn hajnalban jött értük Balla Jóska, az a Balla Jóska, aki most itt lakik ide bent Szepreden, az állami gazdaságnak volt a kocsisa. Szedtem őket, a munkásokat össze, lányok, asszonyok volt, tartoztak a brigádban. Ők ketten voltak a könyvesek, a Deák Imre és a Deák József, és segédmunkásokat. Azok egy hétre való élelemmel jöttek. Amikor odaérkeztek legelső nap, egy ilyen sátorszerűségbe húzták meg magukat, de közben építették a felvonulási épületet. Amikor az elkészült, akkor abba költöztek be, és akkor úgy történt a sütés-főzés, hogy délután egy lány vagy egy asszony hozzá fogott főzni, estére elkészült a ebéd-vacsora, és azt fogyasztották el. Tehát ők ott voltak egész hétfőtől szombatig. Balla Jóska hozta őket szombaton, és akkor hétfőn a bíróságnál lévő kocsmánál volt a gyülekező, ahogy Deák Józsi bácsi elmesélte neked. Ott szedte fel őket, és akkor haladtak. Bogán kocsmát. Igen, igen, bogán kocsmát. Bocsánat, hogy közben vele szólom, fordítom. Én is meg akarom érteni, lokalizálni. Igen. És... Töltöztem egy kis vizet. Köszönöm szépen. Elég jól haladtak gyorsan az építéssel. Amikor fölépült a, felhúzták a szolgálatlakásnak, a tanítomlakásnak a falazatát, akkor Szolnokról teherautóval szállították ki a készben leszabott faanyagot, és onnan Szolnokról jöttek vele az ácsok. Úgy csinálták mindig, hogy az hétfő reggel legyen a szerkezet, és akkor a teherautó visszament, gondolom, hogy más helyet meg itt a kész leszakott faanyagot, és utána hétvégén jött a teherautó, hozott egy fuvar faanyagot, és vitte vissza az embereket, hogy ne legyen üres járatban. Tehát nagyon jó szervezett munka volt. A munkálatokat napra készen ellenőrizték, a tiszapüredi KTS-nek a emberei ellenőrizték ezt a munkának a minőségét és a végzését. Közben a kaparó és a mostani kócs legelső házsora közé területre rengeteg ember érkezett. Nem tudták a kócsiak, hogy milyen céllal, a tanyasi kócsi tanyasiak nem tudták, hogy milyen céllal jönnek. Hát vágot venni jöttek. Jöttek Egyekről, jöttek Nagyiváron, jöttek Püspök, Balmazújvárosból. Tehát nagyon-nagyon sok helyről jöttek. És első dolguk az volt, hogy mint a dinnyéseknek vannak ezek a kunyhói, olyan kis kunyhókat építettek, és ilyen kajakkal bevonták, betapasztották, és az volt nekik a szállások, és reggeltől késő estig készítették a vájkokat. Közben Nagy Ilona nevű kócsitanyán lakó, később Balla Istvánné, azt a feladatot kapta a fölművesz, megalakult, akkor megalakult fölművesszövetkezettől, hogy járjon végig a kócsi tanyákat, és írja össze, hogy kik igényelnek lakást.
Panyarítom. Igen, igen. És összesen 48 személyt írt össze, hogy annyi egyéni lakásra lesz szükség. Ebből alig 6 vagy 7 egy szobás lakás, a többi pedig két szobás lakás volt, ami összeírásra került. Az árakat is megmondták, hogy mennyibe fog kerülni a lakás. Egy szobás lakások ára akkor 14 ezer forintba került, a két szobás lakásoknak az ára pedig 16 ezer forintba került. Mennyi volt egy havi fizetés? Hát akkor az nagyon kevés volt. Nagyon kevés volt. 400-500 forint. Igen. És a lakásokban annál kevesebbet kellett fizetni, mennél több saját munkát vállalt az illető lakás kialakításában. A vágyot kivetették, azért ugye fizetni kellett. A behordásban már ők saját magukolták be a vágyot. Méghozzá nagyon, ez is nagyon jó szervezettel ment. Kijelölték a lakásokat, tehát melyik lakás kié lesz, úgy jelölték ki, hogy nyílhúzással. De ez a nyílhúzás csak mondva csinált nyílhúzás volt. A jó barátok, ismerősök összebeszéltek, hogy mi szomszédok leszünk, és úgy rendezték a nyílhúzást, hogy jó legyen, mindenkinek jó legyen. És tényleg abban a pillanatban, amikor ez megtörtént, az egyik vasútállomásról termőskövöket hordták, mert az egyéni lakásoknak az alapja termőskövből készült. Gyorsan lerakták a termősköveket, a betöltést megint általában mindenki saját maga vállalta, tehát a lábazatnak a betöltését, a tehenekkel, lovakkal, kocsikkal hordták a földet, betöltötték, és akkor amikor ez kész volt, a vályok mennyiség is elkészült, megszáradt, már hordták is be a szaladba. Tehát ennyivel olcsóbbá vált a lakásoknak az elkészítése. És önerőben a saját munkával. Azután, amikor a falat fölhúzták, akkor a tetőszerkezet is rákerült, ezt is előre gyártottam, hordták Szolnoktól készen a faanyagot, azt is rárakták, akkor a saralás megint a belerő volt. Akkor a tapasztás, aki értett hozzá, saját maga betapasztotta, ha nem, akkor a nagyiváni cigányok érkeztek, azok megcsinálták, a nagyváni asszonyok érkeztek, hozták a tippant, és be is meszelték a lakást azoknak, akik nem saját maguknak, tehát nem tudták saját maguknak kimeszelni. Még közben ugye megérkeztek a villanyszerelők, azok behúzták a csöveket, és megjelen hatalmas gépek jelentek meg a Kócs utcáin, vízvezetéket kiásták, és belehelyezték a vízvezeték csöveket. De a víz majd csak jóval később került bele, és a vízről még majd sokat beszélünk. Végül is 1973-ban költöztek be az első lakók, mikor az iskola is megépült, és átvették 1953-ban, igen. Köszönöm, hogy szóltál. Igen. Okay. És iskolába meg is kezdődött a tanítás 1953. szeptemberében őszén. Találtam egy érdekes újságcikket az akkori Néplapban. Két gyerek
gyönyörű szépen, úttörő egyenruhába, úttörő sapkába. Hogy került az alapon a két gyerek oda, mert nem ismeri fel senki a néplapot. Tehát azt az, hogy ki lehet az a két gyerek, én szerintem azt csak valahogy oda varázsolták. Az út kéhelet, hogy máskor fényképezték le, mert ravasz emberek voltak akkor. És hogy nézik az iskolának az épületét, hát ugye abban az időben egyforma iskolák épültek, a Kócsi iskola ugyanolyan, mint a Tiszaőrsön a régi iskolához hozzácsatott épület. Tehát ugyanúgy néz ki, tehát elképzelhető, hogy más, tehát ugyanahoz az épülethez is odaállították a gyerekeket. És nézik, hogy én ezzel iskolában fogok tanulni, és akkor jön hozzá a szép szocialista, akkori szocialista szöveg, hogy a nép ezt biztosítja a tanyáról beköltöző gyerekeknek. Hát ezt nem tettem bele az adásomba, ezt a fényképet, de a régi, az első változatban benne van a fénykép. Egyforma házak épültek a Kócson tehát, de utána, amikor én Kócsról Hortobány más községeimre is eljutottam, ugyanazokat a házakat láttam Szászteleken, ugyanazt láttam Árkuson, meg ugyanazokat. És akkor kíváncsi voltam, de jó hét, milyen házak ezek. És addig kutatgattam, még meg nem találtam, hogy ezek a házaknak az volt a neve, hogy fagi házak. A fagi a falusi lakásépítő iroda rövidítése, erre kapta a háznak a nevét. Ez Mórahalmon, tehát Szeged mellett található, ott készítették ezeket a házakat, a házterveket, az egyforma házaknak a tervét. Érdekes módon, ugye egy pántal már is ezeket a házakat láthatjuk. Hát akkor következett a állami gazdasági házaknak az építése. 1952-ben kezdtek hozzá, az állami gazdaság már akkor javában működött, a Lovasi tanyán volt az állami gazdaságnak a központja, és úgy volt először, hogy volt az iskola a Lovasi tanyában lesz, de végül is nem jutott el oda a Lovasi tanyában, mert az állami gazdaságnak minden helyre szüksége volt étteremre, szüksége volt munkásszállásra, és szüksége volt adminisztrációs irodáknak a létesítésére. Így a iskola elfért bele ebben az elképzelésben, és azért kezdtek hozzá az iskola építéséhez Kócson. Két tantermet építettek, és majd amikor az iskolához érünk, akkor egy kicsit arról részletesebben szólnak. Tehát megkezdődtek az állami gazdasági házak építése. Építését. És az építés vezetőnek Hurgul János nevezték ki, ő már nem él, és a munkás százados katonákat, nem tudom, munkaszolgálatos katonákat vezényeltek oda, Füzesabonyból vezényeltek oda, és hát biztos hallottak, mondtam, ide tartozó történet, de biztos hallottak róla, hogy ezt akkor nélkül szolgálatos katonák az 1950-es évek elején ilyen megbízhatatlan családból származó gyermekek, tehát habos családból besorozott katonákból álltak, és bizony... Lapátot kaptak fegyvert. Igen. És az volt nekik a feladatuk, hogy a lángatossági lakásokat Kócson kiépítsék fel. Ezeket a katonákat a tanácsháza épületébe helyezték el, az egyik szárnyába, meg a sok lányt, akik segítettek, asszonyt, aki segített az lángatossági lakások építését, segítmunkát végeztek, és azokat is ott helyezték el. De ugye több katona érkezett, és hova tegyék már őket? Hát a félig kész magánházakba tették be őket. Érdekes epizódot hallottam, hogy
vasárnyakat hoztak ezeknek a katonáknak, és bevitték a félítész lakásokban, mert se hajzata semmi nem volt, és azon vették magukat a katonák készre, hogy reggelre vonulnak az ágyak, így egyik ágy a másik, igen, megsüllyedt, igen, és akkor gyorsan kitéglázták az állami gazdasági házakból, elvitték ezekbe a lakásokba a téglát, és akkor a talajára, hogy nyugodtan tudjanak legalább éjszakát pihenni. A téglát még érdekes módon nagyon jól lehetett vele keresni, akinek lovaskocsija volt, az mindenki részt vett a téglának a kifuvarozásába, innen hordták Füredről a téglagyárból a téglát, egy kocsira több száz téglát föl, és az élelmesebbje az este megrakodott a téglagyárba, és nagyon korán reggel indult, hogy még egyszer tudjon fordulni. És ezt tessenek elképzelni, hogy ahhoz a sok lakáshoz, ami az állami gazdasági lakásoknak a megépítéshez kell, mennyi téglára volt szükség, rengeteg téglára, én ki sem számoltam. Egy év alatt elkészültek ezek az állami gazdasági házak, és mire az iskola beindult 1953-ban, ezek is ezeknek a lakói is elfoglalták a lakást. Az iskolába a már akkor ott levő kitelepített családoknak a gyerekei járhattak? Nem, az egy külön történet. Az egy külön történet. Ők a Justusi iskolába jártak. Is. Na. És külön volt nekik szervező iskola. Igen. Nem, ott volt egy tanos iskola. Igen, ott is. Úgy van. Fóspusztán 1945-ben megtörtént a földosztás. Hogy mennyi földet osztottak ki, nem tudni. Ugyanis csak Tiszafüred vonatkozásában találtam adatokat. Tehát nem lehetett meg, tehát nincs elkülönítve. Nincs elkülönítve. Pedig Nemes Lajos, aki a levéltár igazgatója volt Egerbe, ő Szolnok megye történetében, annak a megírásába foglalkozott a földosztással, de ő se gondolt arra, hogy különbontja. Akárhol kutattam levéltárba, nem találtam olyan adatot, ami Kósra vonatkozna. Hát a kulák kérdés ott is felvetődött. És a kócsiak nagyon pucut emberek voltak. Elmesélték nekem, hogy hogy tudtak megmenekülni, hogy nem mondják őket kuláknak. Megalakult a termelőszövetkezet, abban a pillanatban beléptek a termelőszövetkezetbe. Ezzel elkerülték azt, hogy kuláklistának kerüljenek. Volt viszont egy pár makacs ember, már nem élnek, tehát a neveket elmondhatom, Seres János, Ceglédi Sándor, Ceglédi Dániel, Seres István, ifjú Szekeres Tamás, idős Szekeres Tamás, akiket kikiáltottak kuláknak. Őket aztán hiába keresték, egyszerűen nem voltak hajlandók belépni a térbe. Ceglédi Dániel bácsi, ő elég magas ember volt, és az ő meghurcoltatásáról elég sokat hallottam. Többször beírták ide Tiszafüredbe, és próbálták meggyőzni, hogy írja alá a belépési nyilatkozatot. De ellenállt, nem írtam párgrafóra. Volt olyan, hogy Kócsra érte jöttek, összekötözve, lóután kötötték és úton szólták. Igen, sajnos. A kócsiák némán megrendültek, nem tudtak más csinálni, szemlélték a belső haraggal, de szemlélték ezeket az eseményeket.
nyíltan, egyedül Hajdú Gyuri, a gyöngytönnel tanító, tanítóval kiállni. Tiszapületre behívták az akkori összes tanítót, a tanyosi tanítókat is, és a Nőszövetség járási kertekezletén azt a feladatot kapták, hogy harcoljanak a kulákok ellen, és szervezkedjenek ők is. És ő ezen az értekezleten felállt, és ezt mondta. Bizony, én nem harcolok a kulákok ellen. Rosszallásomat fejezem ki, hogy a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége a saját világnézetét rám akarja kényszeríteni, munkahelyemen ők akarnak irányítani. A kulákkérdésben felfogásom nem egyezik az MNDS célkütőzésével. Mit gondolnak? Mi nem tudom a következménye? Azonnal vizsgálatot kezdeményezett, fegyelmi eljárás után 1950. július 17-én Hajdú Irén tanítót az önmegy hatályú elbocsátás fegyelmi büntetésbe részesítette, és ezt a határozatot a Szolnok megyei tanács akkori elnöke Iván Szilvényi megyei vévőelnök jóváhagyta. Ezzel ennek a tanítónak a pedagógus pályája véget ért. És megúszta jó. Hogy nem került, ahol kitelepítettek közé. Igen. A Kócsi TS 1951. februárjában alakult meg. Az alapító tagokról nem találtam kimutatást, viszont a kócsiaktól annak idején, amit hallottam, fölírtam a neveket, és Barlai Imre, András Vilászló, Csirke András, Csirkepár, Nagy Gáspár, Csőke László, Csirke Ferenc, Nagy Mártás, Nagy István, Balla Ferenc, Balla József, Bodnárpár, Csirke Józsefő, Nagy Béláné, Szabó Gusztán, Mátyus Imre Zoltán és Kovács Béla, ezeknek a neve maradt meg. Ők voltak a TSZ-nek az alapító tagokra. A TSZ-nek a földterülete, ami összesen 1577 katasztrális hold volt, 67 darabban volt. Hát volt olyan földdarab, aminek a szélessége alig harapta meg az 5-6 métert. A földek nagyon távol estek egymástól, 6-10 kilométer távolságú estek egymástól. Aztán ugye, aki ismeri a Kócsi földet, vannak a bányai területen nagyon jó földek, vannak, de igen. Bányai, A TSZ központját a Gyöngy Géza, tanyájára helyezték el, ott mellette volt egy gyümölcsös, még amikor én kócsra kerültem, a gyümölcsös megvolt. A lakásából, Gyöngy Gézának a lakásából a TSZ irodát alakították ki. És akkor most Gyöngy Gézával egy pár mondatot azért foglalkozunk dr. Gyöngy Gézával. Ugye, Vadász úr, amit próbáltuk keresni, hogy ugyan ki lehetett ez a Gyöngy Gézával. A kócsiak azt mondták, már fejlődtem én is, de most a kócsiak azt mondták nekem, hogy hát ez dr. Gyöngy Géza bíró volt itt a Füredi Bíróságban. Első buzgalmamban írtam a Füredi Bíróság elnökét, ő semmit nem tudott róla. És akkor, ami kiderült, László és a Pista segítségével Cinege Orbán beszélt róla a Megyes csárdáról készült filmben, hogy az ő édesapja őnáluk dolgozott, és nem fizette ki őket, mert minden pénzét ellumpolt az 1930-as évek idején. Tehát nem volt annyi pénze, jött dr. Gyöngy Gézának, hogy ki tudja fizetni a Cinege Orbánnak az apjának a járó bért. No, és akkor innen esett le, hogy hát Cinege, vagy ez a Gyöngy Géza
akkor gazdálkodó is. Jó. Érdekes esetet meséltek el róla, hogy amikor Kócsot építeni kezdték, akkor a kastélya, ott volt a mostani Kócsi, ahol volt Kócson egy akácfa kis erdő van, ahol Feri ti laktat, ott egy kis erdő. Ott volt egy kastély, és már félig romos állapotban volt, állattenyésztéssel próbált foglalkozni, de nem nagyon értett semmihez. Próbálkozott a fölműveléssel, ahhoz sem nagyon értett. És mesélték nekem a Kócsiak, hogy amikor a tejre voltak szomjasak, akkor az asszony kiment a kaparom és a Kócs közötti területen legeltek szanaszét a tehnek, és oda ment a tehénhez, amelyik megállt abból fejbe vitte. Aztán azt a történetet is mesélték, hogy amikor füledre kellett valamilyen menni dr. Gyöngy Gézának, akkor bement az istállóba, és vitt egy kis kasba zabot, és amelyik ló fel tudott állni, akkor azt megkínálta. Tehát annyira nem volt nagy gyengülve a ló. És akkor, no lovacskáim, melyikőtök visz engem be füledre? Amelyik ló felállt, azt szépen megkínálta egy kis zabban, és akkor elindult Tiszafüledre. Egyes vagyok, dolgok intézni. Hát több történet is van még róla. A egyik történet, hogy Debrecenbe került egyetemre történetet tanítani, nem tudni. Egy másik történet pedig, hát amit Cinek Orbán bácsit megkerestem, és ő mesélte el nekem, hogy ő azt hallotta, hogy valahol kocsisként fejezte be az életét. Tehát nem tudni a pontos eredményt. Na, az idő halad, és most akkor az iskolára. És akkor kezdjük a tanulási iskolától az államosítás után. A Gyöngyösi iskola, a Górési iskola és a Jusztus iskola működtek. A Kóspuszta történetében majd részletesen fogok szólni a tanulási iskolák építéséről, hogy hogyan milyen körülmények között épültek az iskolák. És akkor itt adok rá azt a gyöngyvidékről kidelepített... Baranya. Nem. Zalanyéba telepített. Zalanya? Zalanya. A Piroska tanyára vitték, Kovács Géza tanyára, céljával írta az a nevét, oda vitték a kitelepítetteket, méghozzá olyan körülmények közé, mint ahogy hallottuk istállóban, bodájában. Az egy cselédházban került a iskola, és gyorsan az állami tanulságot dolgozói asztalosai készítettek a bútorokat, és berendezték a iskolát úgy, ahogy be tudták rendezni térképet, Sztálin papának a képét a falra, igen, és hát ugye parancsra Major Jénkenénit képezégyelték ki, ő volt a Piroska tanítói iskola tanítója. Hát ő vele, ugye elég sokat beszéltem erről, és Zala megyéből kerültek oda a gyerekek, és az első osztályban 3, a második osztályban 1, a harmadik osztályban 3, a negyedik osztályban 3, az ötödik osztályban 1, a hatodik osztályban 5, a hetedik osztályban 3, és a nyolcadik osztályban 3 gyerek járt. Délelőtt tanította az alsósokat, délután pedig a felső tanulósokat. És érdekes,
történetet mesélte, hogy az egyik gyerek valamiért bent beszaladt a szünetbe a terembe, és ő kíváncsi volt, hogy ugyan mit akar oda bent a terembe. Benézett utána az ajtón, a gyerek ott érdekelt a Sztálin papa előtt, és azt mondta, Sztálin papa, szépen kérlek, engedj meg minket haza. Hm. És ezek az emberek évente jönnek Tiszafüredre. Már aki még élt látni. Igen, nálam szállunk meg 35 körül vannak. Irénke néni olyan jó értelmi képességgel megáldott azt, hogy még most is, hogy még a tanítványoknak a nevére is emlékezett. Bárki Miki. Elmondta, hogy harmadikos pályosok, Jenő Pisti, Jenő Lívia, Simon Peri, Simon Lévi nevek megmaradtak az emlékezetében. Megtaláltam a kúsra, kitelepítettem meg a nyugsorát, és beazonosítottam őket. Kálócváról jöttek. Írtam oda a községi önkormányzatnak, a polgármesternek, nem válaszolt. Milyen jó az internet, milyen jó a közösségi oldal. Találtam egy Kálócvárt, kerestem, ugyan hikkő kapnak Kálócvárt. Nem olyan sokan laktak, pár százan laknak. És találtam ott a mi embert. Olyan szerencsém volt, hogy az internetet két napon belül választottam. És elküldte, megkértem, hogy küldje már el nekik az elérhetőségüket. Próbáltam érni neki, érthető módon nem válaszoltam, viszont ez az ember megkereste őket, és elmondta, hogy én mit akarok, és a többen már nem élnek közül, a síremléküket, a táblájukat elküldte, és én felhasználtam ezt is az írásomból. Hát nem volt könnyű utána járni ezeknek a neveknek, de hát az ember minden megtesz azért, hogy nem. Augusztusban találkozhat velük, szoktak hozzám jönni, csoportosan elbeszélgetnek, két-három napot vannak itt Füreden, és Kósson egy megemlékezés van. Érdekes, hogy a Simon családban egy újszülött gyerek is van. És tessen kell képzelni, hogy a újszülött zsid volt, a kidemelkedettek között. Az egy külön történet, és az időben nem fér bele, már így is lehet, hogy túléptem az időt. 6 óra leszünk körülbelül, 3 óra. 5 perc még 10 percig leszünk. Megszavaztuk a sultának kérdezős. Igen. Hogy tehát ott hagytam abban a kisbabának, ugye? Igen. Hogy őt is elhozták, és bizony a kócsiak, ahogy tudták, segítették ezeket a kitelepítetteket. Ezt is kutattam, csak ezt nem írtam le, ezt a történetet, de ami később nem mondjuk, hogy hogyan segítették őket. És ha időpont 1950 és 53 között nagyon szigorúan őrizték őket. A gyöngytanyában jártak gyerekek, kócsi gyerekek, gyöngytanyanérő gyerekek. A tábor 2-300 méterre volt. Nem találkozhattak. Nem engedték őket össze. És áthelyezték a táborlakónak egy részét. Tehát Lovasiban voltak a Justuson és a Piroskán álló táborban. Tehát a körülmények. És utána majd Üzemi Konyha is ott lett a Justusi iskolában. És nagyon finom étel volt. Igen? Igen. Justusi? Igen. Akkor Kovács Fali bácsi. Nem ismertem én, mert én a gyerekkoromban, 16 éves koromban került oda, és mértünk.
Tehát négyes az isteneteket. Tehát a nagyaközponti iskola felé költ 1953-ban, Kecskés István lett az iskolai igazgatója, és Kovács Pali bácsit helyezték még be. Igen. Ő tanított ott az első időszakban, majd utána, ahogy jöttek a, tehát bővült az iskola létszáma, akkor még csak alsótagozat indult, amikor a felsőtagozat is beindult, akkor aztán a tanári létszám is bővült. A Kovács Pali bácsi behelyezték ide Tiszafüredre, először művelődési házigazgató, majd utána átkerült a járáshoz. És jöttek újabb tanítók, Nagy Erzsébet, Bátyi Anna, Kis Héri Sándor, Szabados Erzsébet, ezek a tanítók dolgoztak. A Kanyasi iskola ugyanúgy működtek tovább, a Góri és a Kis Lajosné, majd Fuchs Mária volt a tanító. A Gyöngyvenesi iskolában, amikor ezt a hajdonként elhelyezték onnan, akkor Magyarósértónak a felesége, Sebesti Éva, Katalinike, ő tanított egy darabig, majd utána Farkas Józsefnek helyezték oda az iskolába tanított. A iskolában legelső pillanattól kezdve nem tudom, miért építették meg, amikor a tiszafüredien eltávozták, hogy Rajosik a helyikumot létesítenek. Minden évben az akkori tanácsülési anyagokban, a Tiszafüred tanácsülési anyagokban azt találtam, hogy a Tiszafüred kócs gyerekeket be kell hozni ide Tiszafüredre a Tanyasi kollégiumba, amit majd meg fognak építeni. Érdekes módon Kecskés István igazgató ellenállt. Úgy állt ellen, hogy nem szólt a szülőknek volna egy szabad sem. Őnek itt várták feladatban a szervezetben. Szülőket hogy a Tanyasi kollégiumba vitték be, ő, mint hogyha nem is hallotta volna, úgy elment. És ez egészen 1972-ig terve volt ez a Tanyasi kollégiumnak az építése. Utána állatározták, hogy a gyerekeket minden nap is buszozással bevarják, ebben meg a Volán nem akarta vállalni. Addig, hogy 1973 őszén, aztán csak megszüntették az iskolát, és a szülők kérésére, tehát úgy meg, hogy a szülők kérték, ilyen aláni írási év mellett körbe, gyorsan végigszaladtak a faluba, és gyorsan aláírtak a szülőkkel a papírt. Én szerintem nem is tudták a szülők, hogy mit vállalnak, mert ezzel kócsnak vége lett. Tehát első lépés kócs elvallásához az iskola megszűnése. Második lépés az óvoda megszűnése, harmadik lépés az állami gazdaság megszűnése és áthelyezése hovatra. Igen, tudom, tehát ezek a lépéseket mondom. És akkor az utolsó pedig, hogy a Termomű Szövetkezet, tehát egyesített közlít a Tiszafüredi Hálogató TSZ-el. Önálló volt. Igen, tudom, mert akkor még ott dolgoztam kócson, és nem tudom, hogy kerültem be. A küldöttségbe, engem is bevettek, hogy jöjjek és ismerkedjek meg a hálmakadó TSZ-el. Na tessék! Hát te már most mit tudtam csinálni? Igen. És szépen mondom, minden megszűnt kócson. Az 1500-1600 lakosból, most amikor ezt megírtam, ti segítségetekkel, 147 ember lakott a 2013-ban, amikor ezt... 10. És ez még most is folyt? Persze. Hát ennek, Gyuri bácsi, ennek a létszámnak körülbelül a 80%-a nagyon csúnyán kifejezve a nyugdíj és a halál között van. Tehát ők már ott a 70 és 80 év között vannak a legtöbb része. Én amikor még részünkormányzói tag voltam kócsot, én legelső alkalommal is azt mondtam, hogy 10-15 éve belül kócsul fölül ki fog halni. Azt mondták, nem, azt nem, mert nincs gyerek. Hát akik ott vannak, már mind időskorú.
Hát ott alig van fiatal. Jó, mert munkahelyetőség, mert az iskola, mert azért ez problémát okoz. Igen. No, tehát akkor azzal fejeznénk be, mert most már tényleg túléptem a plusz 10 perc lehetőséget is, hogy még harmadát sem tudom, negyedét sem tudtam elmondani annak, amit leírtam, mert ugye annyira alapos munkát kellett összeszedni, annyira sokrétű munkát kellett összeszedni, hogy meg tudjam érni ezt a kis történetet. Köszönöm, hogy meghallgattak, és majd valami beszélgetés olyan sorban, egészségügyről, vagy bármilyen fölmerő kérdés, beszélgetünk róla. Köszönjük szépen! Köszönjük. És akkor lehet hozzászólni, kérdéseket lehet, reflexiót, bármit. Én szeretném megkérdezni, hogy nem lehet majd ezt folytatni, mert ez annyira érdekes, és a szüleim is az édesapám Kócsújfaluból származik. Szerintem ott a Farkas Andrásnét, vagy kit említett tanítónő, azt hiszem, hogy Józsefné. Szerintem őt szóval nagyon sokat emlegeti, egy öntanya, stb. Tehát, hogy lehetne még erről a témáról majd máskor is beszélgetni. Most is invitáltam, csak nem tudom eljönni. Hogy hívják az édesöktethoz? Gálászló Szabad, persze. Hogy nekem ez nagyon érdekes valóban, mert én részben átjártam ezt a változást. Tehát a kulák a listáról, tehát ami elpusztult, vagy elpusztítottak, akkor kitelepítettek, akit említettem, hogy évente jönnek hozzám, vagy még mindig, vagy 30-35-en vannak. Mind idősek, 80-90 évesek augusztusban szoktak jönni, és akkor kimegyünk Kócsra, ahol megpróbáljuk azt a kápolnát megépíteni, hát ugye. Ez egy külön fejezet. Egy-egy biztos, igen. Minden esetre Lovasi Csanna. Ugye a Lovasi Csanna család valóban gazdálkodóak voltak ott pár száz éven át, és a 19. század végén, hát akkor még betyárvilág volt, és jöttek a betyárok a lovasi tanyára, hogy lovat kérnek, mert küldözik a pasiból. Hát az öreg lovasi adott is, különben a leszármazottja, ma nincs itt, de itt a két Tiszafüreden. Igen? Igen. Aki örökölte volna a lovasi tanyát. Ja. És hát az öreg nem kedvelte a betyárokat, mert többször kirabolták. Hát adott nekik lovakat, mert tudta, hogy a Tiszának mennek, de olyan lovakat adott, amik féltek a víztől. Úgyhogy ártattak a betyárok, neki a Tiszának a lovak megmentek. Elvonták. Igen, ám, de jött a többi betyár, azok meg megsanyargatták őket, úgyhogy gyorsan eladta 1897-ben azt hiszem a tanyát, a név az megmaradt, és ők Kalocsára költöztek. De mondom, a leszármazottja itt lakik Tiszafüreden. Gyöngy, a másik. Nagyapám ismerte a Gyöngy családot, gazdálkodó emberek voltak. Össze-össze jöttek, amit Hajnal úgy nevezett, hogy Hámánkató Téjesz, hát ott nálunk volt, ugye? Szépen visszavásároltuk, amit ingyen elvettek tőlük. Gyöngy, hát lehet, hogy ennek az úrnak az apja lehetett, vagy nagybátyja, de ugyanaz a család. És ettek, ittak, esti idő volt, és hát egyszerűen a Gyöngy, azt hiszem Józsi
a pecsépet, és ki kellett menni, ugye, mert jött felfele, és akkor valaki megszólal, mert azért a intelligens társaság volt, megszólal, és azt mondja, hogy föl, idézi Vörös Martit, csak kicsit megfordít, hogy fölfelé száll gyöngyben a bor, jó teszi. Az eredeti ugye, hogy fölfelé száll borban a gyöngy. Gyöngyben a bor. Kitelepítettek, hát mondom, minket is kitelepítettek innen Füredről, de ez belső kitelepítés volt. Hogy hogy kerültem oda Kócsra, amikor apámat börtönbe zárták, pont ebbe az időbe, és hát dolgozni kellett. És épp akkor három mérnök jött Budapestről, Tiszafüredre, és kerestek segítőket, ilyen figurásokat. Lécet tartottunk, húztuk, és hát én is beálltam, mert dolgozni kell. Oda is eljutottunk, tehát a Lósét anyára, és ott meg kistelepeknek való földet mértünk. És amikor mondtam, hogy milyen finom ételeket főztek, hát igen, ott posztoltunk, ott étkeztünk, és tényleg nagyon finom ételek voltak. Hát az igaz, hogy éhesek is voltunk, de jó volt. Emlékszem, még ott a épületben volt egy zongor, azt aztán mindenki csépelte, ütötte, merte, ugye, szóval senki nem értett hozzá, de hát ez már azzal a korral járt. Kitelepítettek. Én kapcsolatban voltam velük, de tényleg, hogy rendőr volt ottan a környéken, és egy alkalommal küldtek a hozzátartozók egy néhány üzenetet. Na most az egyik mérnök, aki igazából tüzértiszt volt, de volt időben. És ezek voltak a bemérők, a legjobb bemérők, ugye a geodéták. És azt mondják nekem, hogy na, kis Gyuri, mert 16 éves voltam kis legényke, holnap azt mondja, bemérünk. Bemérünk, hát hol hát a tanyára, ugye, ahol a deportáltak vannak. És nem tudtam, hogy mit akar, mert tényleg egy kis csomagnyi papírt kaptam, hogy na, azt mondja, menj be, ott dobd le, és mondjad, hogy 10-15 perc múlva jössz vissza. Hát ott tényleg volt rendőr, kérdezi, hova megyek? Hát mondom, nekem mire kell menni? Bemérünk. Hát nézze, nézzük, a mérnök urat, az nem mérnök elvtárs volt, a mérnök úr az mérnök volt 1951-ben is. És a lévén nálam volt több ilyen kitűződ út, amilyen háromszögű vörös zászlócska volt. Hát azt használták, hogy jól lehetett látni. És akkor megkértem a rendőrt, hogy segítsen már, mondom, mert hármat nem tudok vinni, egyet meg ide kéne kitűzni, hogy figyelje a mérnök urat. És amikor így int, menjen két lépést arra, amikor így int, akkor egyet vissza. Hát a mérnök úr, ugye a geodéta, az játszott vele, hogy az időt húzza. Egy kicsit erre, egy kicsit arra, amíg én aztán jöttem vissza. Hát látta, hogy hát vörös zászló, hogy biztos a rendőrokat hirdeti. Megyek már vidéken a tiszaörlő. Jó iszakasztás! Hát szóval így aztán bemértünk, de hogyha ezt megtudják, hogy a akkori eltársak, hát apám után biztos, hogy engem is börtönbe zárnak. De nem tudták meg, és a rendőr nagyon büszke volt, hogy ő segített. Ó, hát ez a kitelepítés, ez egy maga egy csoda már. Ugye én 55-ben születtem már, ugye én voltam akkor, de az édesapám 1950-ben 17 évesen ott dolgozott a lovasiba, a traktorosban. Édesanyám 15 évesen ott dolgozott az üzemanyagban. És hát bizony ők is nagypapám. Hát nem tudom, hogy a Gyuri bácsi ott volt, hogy hallott ezeket a neveket. Nem tudom már, tanár úr, milyen János bácsi ez, aki még él. Ő is ott volt, és ő volt az, aki alatt a villamból kigyulladt a szalmakazal, amikor gazdasztak. És Mari néni, Kavicsánszki Mihály bácsi felesége, ugye az az édesanyám keresztanyja. És még mai napig is, vagyis akkor is elemlegette, hogy ő még mindig érzi azt az aluttejet a szájában, amit a Mari néni öntött bele, arra tért magához. És ugye
Hát gyerek feljárt, mi történt, órán ilyesmiből nem tanultunk ne. Semmit, de viszont oda haza, ugye család összejött karácsonykor, húsvétkor, minden ízóvágás, és amikor este lepakoltak az asztalról, ott maradt a sok húrka, kolbász, meg a földhús, minden, ugye az emberek nekiálltak kártyázni, iszogatni, úgyhogy én még ott ültem, mint gyerek közöttük, és akkor figyeltem a domákat. Az első szavuk mindig nagyapámnak is, Mihály bácsinak is az volt, hogy hú, a kitelepítettek, mit nem megadtak volna, ezért az eddig kajálja, ami most van, és akkor elkezdtek mesélni. Igen. Hú, én ott hallottam annyi történetet, hogy az az valami érzület. Nagyon hát ezt lehet hallani nálam, mondom, augusztusban jönnek minden éppen, és van egy köztük, egy bácsi tárolva tűzik. És előzőleg hívnak, lesz tábortűz? Lesz, mondom. Azt körülülük, ez az ember felmegy a felkére, és ott hátra fel a Tiszának, hogy ott tárolva tűzik. Így de szép, hát tényleg a környék, a szomszéd, azok már előre kérdezik, megint jönnek, de mondom, ezek 80, 85, 90, 90 fölött vannak. Szóval, és két ilyen kis alacsony ember kell jön, és akkor eljönnek nagypapám előtt, megállnak, összenéznek, és mondja az egy, de azt mondja, ez az. Ó, nem mond már azt, hogy nem létezik. Na, fogadjunk azt. Megfordulnak, és oda papám azt mondja. Lajos bátyám, maga az. Én vagyok gyerekem, de te ki vagy? Tehát ő már nem ismerte meg akkor őket, és a végén kiderült, hogy csak a Bece neve, vagyis a ragadvány neve, hogy elnevezték Róra Sándornak, mert ő a rendőrökkel se nem hunyászkodott meg, és valami egyszer nagyon kiállt az igazáé, és nagyon megverték, de úgy megverték, hogy azt nézték, hogy három napig, hogy vagy életben marad, vagy nem, és elnevezték Róra Sándornak. Na, azt napapát az közbe kapták, hogy jöjjön, drága bátyám, mit iszik meg minden. Nem, ugye ők még nem bántották őket. Hát ők brigádvezetőként dolgoztak velük, ők reggel kimentek velük, délután vissza. Sőt, olyat megcsináltak, hogy mikor nagy ivány alatt voltak, akkor kettő fogott egy zsákot, mert némi kis fizetést azért kaptak. Pénzük úgy volt. Egy picit, igen. Na, akkor szabadjonak be nagy iványra, de lehetőleg a legkevesebbet beszéljük, mert a tájszólású rögtön tudják, hogy ezek nem idevalók, és akkor ami kell, az gyorsan vásárolják meg, és akkor jöjjenek visszafelé. Úgyhogy hát így segítettek ott a helybeliek, ahogy tudtak. Igen, így van. Meg levelet odaadták nekik, és akkor ők bementek egyekre piacról, vagy őrsre, igarra, és ott adták postára, és ott már a levélben le volt írva, hogy milyen címre küldjenek, csomagot kapjanak, vagy valami, és akkor következőleg mentek, elhozták ők, és amikor ők nekik olyan, hogy úgy volt arra munkájuk, akkor mindig abból ettek, hogy vittek be magukkal. Úgyhogy rengeteg, hát olyan történeteket elmeséltek ott, hogy az valami őrület. Szóval az ország egyik része a részben börtön vagy kitelepítések, a másik része pedig építjük a szocializmust. És érdekes volt ez azért, mert tényleg az akkori, úgymond ezek a pártvezetők is, ezek annyira féltek Sztálintól, hogy az valami őrület. Mert ezt a nagypapámék elmesélték annak idején, amikor Sztálin 53. március, nem tudom, hanyagban meghalt, már következő napon már nem úgy viselkedtek a rendőrök, kitelepítettek el, mint az előtt. Tehát már akkor rögtön enyhült a szorítás. Annyi embert nem tanított meg imádkozni, mint Sztálin. Ez biztos. A hadba ugye jönnek be az oroszok a Kárpátaljára. És egy orosz katona a 20 év körül lelépett, megszökött, mert hallott magyar szót, azt hitte, hogy Suezhez mennek, és magyar szót hallott. És a katona, aki magyar volt, csak az oroszok kivitték 10 éves korába a gyereket. Beadták a Sztálin iskolába, ugye ezek a bort. Csak felejtette a nyelvet. Hát igen. Hát nem felejtett el, mert az első, hogy felismerte, megszökött, és akkor megy, keresi, mondjuk a Szabó tanyát, csak mondtam egy nevet. Hogy hol van, mondják, hogy arra. Hát éjszaka megy, az örök, egy orosz katona, ugye? Hát ottan a néni kinéz, jóisten, azt mondja, hát egy orosz. A papa menjél. És akkor megszólal magyarul, hogy én vagyok a fiúk. Tehát 10 év után került vissza, 45-ben vitték ki,
ugye 51 év után került vissza, mint orosz katona, hát neki is ugye mindjárt civil ruhát adtak, átöltöztették, elégették. Hát ezt az a Szabó Kriszta, aki ezt átérte, ott volt, ő is hallott, ugye. Mondta el, hogy mondom, hát ez már tényleg. Ez kemény volt. Éget. Kemény, igen, nem tudom mi lett. Visszagondolva a témára először is, azt szeretném mondani, hogy ez a szorgalom, ez az érdeklődés és igyekezet, ez eljel közzel előttünk, és előttem is van, és én azt gondolom, hogy mindaz, amit a Kócsi múlt ügyében keresgélt, összerakott, és megosztotta velünk a tanár úr, ezért egyértelműen köszönet és tisztelet illeti meg is jár. Elkezdtem egy kicsit töprengedni, hogy is néz ez ki, és valóban eszembe jutott, hogy hát a név ismerős és a földrajzi nevek állnak a térképen, hát bizony több száz esztendeje valóban, és többen idézik és mondják, és hát ez tulajdonképpen egy szelete, egy nagyon izgalmas szelete a Kócsi világnak én szerintem, és azért lett ilyen izgalmas, mert ezt a szájhagyomány esetleg családon belül ragozza, vagy családon belül érzi, másrészt pedig egy olyan nemzedék tagjai vagyunk, kivéve a Gyevi bírókat, akik hát a szóbeli közlést, a beszélgetést és a baráti családi beszélgetést, amit ismeretek, közlekedtek és gyarapodtak és segítettek, ezt gyerekkorában megélhette, de hát a teret helyen közzel azért végül is szűkülhet. És azért ez a ma esti beszélgetés számunkra egy olyan kultúrát sejtetett, amit a nagyapáink, dédapáink, ükapáink megélhettek, hogy végigülték a gyerekek a 10 év alatti gyerekek is a családi ünnepeket, a disznótorokat, a tanyázásokat és az öregek beszélgetéséről neveket, családneveket, távolabbi rokonok neveit, földrajzi neveket, település neveket szépen föl tudtak maguknak építeni, maguknak rakni. És van gondom ezzel, mert nem tudom, hogy ebben a fura világban, ahol az elektromágneses hullámok hozzák viszik a dolgot, hogy mi lesz ezzel az ismeretanyaggal, ami egyébként összetartja a társadalmat, összetartja a családot, hát először persze a családot belül, a szűk családot, utána az utcát, vagy utána a tanyát, és aztán egy egész települést, és ez a egymáshoz való ragaszkodás, ez a massza, a saját múlt tudat, a gyökerek felismerése, és a gyökerekhez való ragaszkodás, ez tulajdonképpen történelem formáló, társadalom formáló erő, nélküle egyébként soha nem állhat meg emberi közösség, és nem is fog megállni, és ha arra gondolok, hogy a legkülönbözőbb módon a térképszelvények gyűjtésétől, a tárgyak gyűjtéséig, a családi hagyományok gyűjtésére, egy település múltjának a vakargatásáig, hányféle módon lehet ezt közelíteni, és arra gondolok, hogy hány mester, hány nyugdíjas tanár, hány élő szóval nagyon szépen beszélő mérnök, képzett ember él, hát a közép-tisza vidékén, akár csak a Balaton, csak akár az általunk helyen közel még áttekinthető, vagy ismert 30-40 ezres népességben is, és milyen kevés a hajnaltanár úr, aki a saját emlékeiből indulva tulajdonképpen képes órák hosszat visszaemlékezéseket hallgatni, fölkeresni adatközlőket és forrásokat, ugyancsak napokat, órákat tölteni a levéltárban is, nem folytatom. Köszönjük Imre, nagyon neked a Jóisten jó egészséget meg türelmet, hogy ami elét kerül,
azt olyan formában, hogy átvehesse a másik, átvehesse a fiatal, átvehessék a volt tanítványai, átvehessék a tiszaörsi Facebook csoportot látogató egykori tanítványok, meg a régen elköltözött mai gyerekek, ki tudja, hogy hol országhatárad belül és túl, látjuk ezeket. Én azt szeretném mondani, és akkor Vadász Tamár úr oda szeretnék azt mondani, ennek mindenképpen van értelme. Azt gondolom, hogy kétféleképpen. Egyik féleképpen az, hogy a le nem írt, vagy lassan írásban hozzáférhető ismereteket egy kicsit a felszínre tegyük és forgassuk. Hogy jusson a szánkba, fülünkbe, a gondolataink közé, a gyerekkorunkban hallott egy-két név, egy-két vonatkozás íze. Hogy szóljanak meg a régi fényképeken a nevek, az utcasarkok, az épületek, amiket elfújt a történet a gyárból. Hát ez az egyik értelme. A másik értelme pedig, és most itt egy kicsit szigorú leszek, azért a saját múltunkról is van szó. Tehát ennek a Tisza-Balparti, Közép-Tisza vidéknek a jövőjéről van szó, mert a múlt nélkül egyébként, a gyökerek nélkül nincs táplálék, nincs keringés, elpusztul az élete, ahogy a növény elpusztul. Tehát valamiféleképpen folytatni kell, keresni kell, és én azt gondolom, hogy ami meglepetés volt, hogy Kócsügyben ennyien voltunk, ezt meg lehet keresni, meg lehet találni ezt a meglepetést más ügyekben is. Nagyon sok olyan esemény, folyamat, vonatkozás van, amire azt mondják az emberek, hogy hát ez az én sorsom is. Hát akkor magamat, az apámat, a nagyapámat, a rokonaimat, a gyerekkoromból felnőttnek vagy öregnek tudott ismerősemet találom meg rajta. Én magam részéről én ezt támogatom, és visszautalok akkor, hogy legyen ennek azért egy kerete is, hogy hát hogyha 120 évre visszatekintek, az akkori világban, Tiszafüreden és környékén volt azért 30-50 olyan tanult ember, aki teleírta a tiszafüredi újságot hetenként a 4-6 oldalon és nagy oldalon, ahogy a Goldsteinék kinyomtatták, és meg is vette, el is tartotta, és én nagyon jól tudom és látom, hogy a 100-120 esztendeje volt, most másról száll. De azért azt gondolom, hogy valamilyen úton, módon a modern eszközökhöz viszonyt kell építeni, a gondolatok cseréjére meg kell találni, meg kell keresni az alkalmakat, és hogyha ilyen jelenséggel, próbálkozással találkozunk, még ha a kudarcot hordozzák is, vagy a lehetőséget is venni, akkor is vállalni kell, akkor is próbálkozni kell. Én a magam részéről igyekszem támogatni a többi összevetelt, és köszönöm a türelmet, hogy elviseltetek. Köszönöm. Nem olyan tudományos oldalról próbálom megközelíteni, mint hogy a Gársai bácsiát így hívom, hát ezer éve ismerjük egymást. Én Gyökeres kócsi. Inkább azt szeretném mondani csak, hogy valaki nekem egyszer azt mondta, hogy nem azt kell nézni, hogy honnan indult az ember, hanem hogy hová jutott. Én ezt egy picit fordítva gondolom. Én soha nem szégyeltem azt, hogy kócsi gyerek vagyok, így mond. És a tanár úr engem tanított, pedig én már 60 éves vagyok, tanított engem Kócsújfaluba, és onnan indultam el, eljutottam, ahova eljutottam, és én erre nagyon büszke vagyok. És amikor a Phoenix TV-nek, tehát a honlapon láttam, hogy ma majd sor kerül erre,
egy percig nem gondolkodtam azon, hogy eljöjjek-e, hiszen az a tanár úr, aki engem tanított annak idején, csak szeretnék gratulálni ahhoz, ahogy te tanáról összeszedted Kócs úrfalunak úgy azt a történetét, ahogyan, és én büszke vagyok rád, és szívből gratulálok neked. Köszönöm szépen. Na látom, tanárról még csak egy személyes élmény. Hát tanárról már biztos, hogy nem emlékszik arra, de én viszont nagyon jó. Hát akkor ez úgy néz ki, hogy folytatni kell ezt a kócsi dolgot is, tehát lehet, hogy még egy nagyobb körben, még nekem hirtelen az is eszembe jutott, hogy esetleg egy olyan körben, amikor a kitelepítettekkel találkozni valahogyan, és akkor ő nekik elmesélni Kós történetét, vagy az épp, tehát valahogy egy ilyen kontaktust létrehozni, ez az egyik. A másik, még ugye hálá Istennek még több kócsi lakos van, és akkor elterjed a híre, hogy itt mit csinálunk, és akkor el lehet jönni, tehát még egy lehet folytatni. Nem beszélve arról, hogy ugye a Kócs busztat, tehát az 1945 előtti időszaknak is kész van ugye most már a kézirata, tehát még egy ilyen másik alkalommal is élni szeretnénk. Hát Gársanyi barátom nagyon jól összefoglalta, nagyon jó így, nekem nem kell csinálni semmit, tehát Imrét. Én nagyon hálás vagyok Imrének, hogy ilyenbe kellene, ilyen ember, mondjuk 10, 20, 35, tehát, tehát sok ilyen ember kellene, mondjuk településenként 2, 3, 4, 5, de az is lehet, hogy megvannak ezek az emberek. Na ennek a bizonyos műhelynek az lenne majd a dolga, hogy megtaláljuk, és akkor ilyen 5 összejöveteleken vegyünk részt. Ezt folytatni szeretném. Még olyan folytatása is lehetne, amit én kiagyaltam, hogy kirándulás, mint már mondtam. Mert csak félig tréfából mondom, hogy mi lenne, ha ezeket a helyszíneket, nem az egészet, mert nem fogjuk bejárni mind a 17 kilométeres, nincsen, de amiket Lovasi tanya, Kócs, tehát egyáltalán Kócson, hol is van az, milyen utca volt, most elkezdtem gondolkodni, hogy ezek szerint az a mélyen és ami a kaparó meg a falu között van, az akkor Vályok reggel. Vájkos között van, is megvan. Tehát lehetne még ilyen helyszíni bejárásokat, kirándulásokat is, ne adj Isten, még akkor ennek olyan haszna is lesz, hogy esetleg azon a kápolnán is lehet valamit lendíteni, hát ha felépülne előbb-utóbb. Tehát én azt javaslom, hogy ennek ugye lesz folytatása, tehát folytatni kell. Örülök, hogy eljöttek, és most ezennel jelenteném, hogy egy hónap múlva lesz a következő összejövetelünk, akkor pedig Tiszafürednek a régmúltjával szeretnénk foglalkozni, csak Mohácsi Miklós már elment, ő lenne a következő kiszemelt áldozat, mert ő foglalkozott Fürednek azzal a történetével, amiből mi nagyon keveset tudunk, tehát a török előtti időkkel, vagy az 1700-as évek előtti időkkel. Tehát, ha úgy tetszik, azzal az időszakkal, amikor még Kócs is ugyanolyan falu volt, mint Füred. Vagy hasonló. Így van. Na most Miklós ezt vállalta, és a következő összejövetelünk ekkor lenne, amelyre mondom is fejből, ezt úgy tudom, hogy április 24-én csütörtökön lesz. Még nem tudjuk, hogy lehet, hogy a 3 óra az nagyon korán, úgyhogy inkább megyünk majd a sötétedés felé, amennyire csak lehet, mondjuk 4 óra, vagy fél 5, vagy 5, majd még ezt Úrtok, meglátjuk. Akkor már óraátállítás, és nyáron biztos, hogy nem fogunk ilyen összejöveteleket tartani, illetve hát, ha azt mondják az emberek, hogy legyenek, akkor lehetne. De egyelőre az április 24-ei menne, az lesz a következő foglalkozás, és én májusra tervezek egy ilyen kirándulást.
a környékben. Ez úgy néz neki, hogy, hogy akinek autója van, akkor mondom, beülnénk 3-4-en, és akkor szétnéznénk a környéken. Mert ha hiszik, ha nem, ott is vannak izgalmas, érdekes dolgok. Hogy csak más nem mondjak, például Tisza Szent Imrén tájház, akkor a templomban olyan bélyegjeles téglamúzeum, ami az országban hát, nem sok van, így van. Akkor annak kapcsán esetleg át tudnánk menni Delsre, templomra, idők menet közben meg tudnánk állni azon az Erzsébet majoron, ahol például ott is egy ilyen kitelepített tábor volt, meg emlékünk. Meg tulajdonképpen azt, annak a nyomait láthatnánk, amiről Imre beszélt, mert az is egy ilyen település képződmény. És akkor menet közben elmennénk a Pusztakettősi vasútállomásra, ahol mondjuk a csomagból elfogyasztanánk a megérdemelt ebédünket, azt, ki mit hoz magával. Tehát ez egy ilyen piknikszerű vállalkozás lenne. 1995-ben már csináltunk egy ilyet. Na, épp ideje, hogy akkor tetszett az részvőnek, és most öregkoromra elment el az eszem, hogy ezt meg akarom ismételni. De hozzá kellenek emberek is. Tehát április 24 lenne a következő, és hogyha még akartok beszélni, meg van még türelme Imrének amellett, hogy, hogy én hivatalosan így megköszönöm neki, akkor még egy picit maradhatok. Nem,